Sziasztok! Ha már elég sok üzenetet kaptam, hogy mondjam el a véleményemet a hörvis témáról, elmondom. Azzal kezdeném, hogy én mindig is azt preferáltam, mindig is azt próbáltam mindenkinek mondani, hogy okosan, intelligensen internetezzünk. Tehát mielőtt valamiről véleményt alkotunk, előtte azért járjuk körbe a témát. És mivel még nem nagyon érzem, hogy elég információ lenne ahhoz, hogy én átfogó véleményt tudjak mondani, ezért én jelen esetben nem szeretnék véleményt mondani, ugyanis nem szeretnék az a tömeg lenni, ugye, akik a történelem során elég sokszor csináltak azt, hogy vagy ártatlan meglincseltek, vagy bűnöst elengedtek. És hány ilyet láttunk, mikor kijött egy fél információ, mindenki rákapott, utána kijött, hogy hoppá, hoppá, ez téves volt, a másik információ az igaz, akkor jött a... És ezt nem szeretném. De az a baj, hogy itt bűncselekmény van, bármelyik irányból nézzük. Hogyha igazak a vádak, akkor az bűncselekményről szól a dolog. Ha hamisak a vádak, akkor viszont az is onnantól kezdve bűncselekmény, tehát bármelyik irány van, itt bűncselekmény fog megvalósulni. És itt bűncselekményről szerintem botorság úgy véleményt alkotni, hogy nem látom a teljes képet. Én azt szeretném, hogy jöjjön egy független újságíró, egy oknyomozó riporter, aki azt mondja, hogy körbejárom a témát, meghallgatok minden tanút, és megnézek minden bizonyítékot, és akkor körülbelül összerakok egy képet, de így, hogy egy ilyen félkép van, és erről azonnal alkos véleményt, és az emberek véleményt is alkotnak, az szerintem szomorú. Mert én azt mondom, hogy alkossunk véleményt és markáns véleményt, és amint lesz eredmény, amint kiderül, hogy mi van, természetesen véleményt fogok alkotni, és amint látom a teljes képet, én el szeretném mondani a véleményem, mert bármelyik oldal valósul meg, lesz róla véleményem egyértelműen. Csak addig viszont azt szeretném, hogy senki ne alkosson véleményt, hanem mindenki próbálja meg összeszedni az információkat, és minél többet megtudni. Mert mondom, nagyon sokszor volt olyan, amikor az emberek elindultak, és úgy gyilkoltak meg valakit, hogy nem volt bűnös, vagy úgy engedtek valakit szabadon, hogy bűnös volt. Egyiket se szeretném. Tehát a bűnös bűnhődjön, az ártatlan, az viszont legyen ártatlan. A másik az, hogy ennek a témának kapcsán eszembe jutott egy számomra sokkal fontosabb dolog, hogy ugye mostában azt látom, hogy beleállnak bizonyos emberek, csoportok beleállnak videósokba. És így küldetésüknek veszik, hogy megszabadítsák az internetet a szartól. Ami jó, ami tetszik, a gyerekeink védelmében én azt mondom, csináljuk azt, hogy a mocskos videósokat tüntessük el, az ártalmas, toxik videósokat. De az én nagy problémám az, hogy nem mindig jó helyen kutatnak. Ugyanis ott van például a szerencsétlen Bartos, aki egy rakásszal. De mindenki tudja, hogy az. Mindenki tudja azt, hogy templom falat eszik, nem normális az ember, és a gyerekekre sincs akkora hatása, mert a gyerekek is tudják, hogy síkhülye az ember. És nem is biztos, hogy ő annyira ártalmas, mint mondjuk például egy Geri, egy Dazis, egy Dezső Bence, egy Farkas Timi, akik viszont szépen becsomagolva minőségi tartalmat gyártanak, minőséginek kinéző tartalmat gyártanak, közben eladják a saját nézőiket. És most fölteszem a kérdést, hogy melyik az ártalmasabb, amikor a Molnár Krisztián részegen azt mondja a videójában, küldjenek a pénzt, vagy amikor azt mondja a Farkas Timi, vegyél részt egy nyeremény játékba, jelöld meg egy barátodat. És ott a gyerekedet konkrétan eladja. És konkrétan a gyereked azt hiszi, hogy nyeremény játékba vesz részt, de ő maga a nyeremény. És a cég őt nyeri meg. Tehát én azt mondom, hogy oké, nem védem egyik oldalt sem, de kicsit úgy érzem, hogy elfordult a dolog, és olyan, mintha a földön fekvőbe rúgnának bele, tehát mint amikor a hajléktalanokat verik meg. Nem azokat ütik, akiket kellene. Tehát kicsit lehet, hogy az van, hogy itt több ismerősöm mondta, hogy itt összeérnek a faszok, és azért nem mernek beleállni a Dezső Bencébe, azért nem mernek beleállni a Geribe, mert azért mögöttük milliómos, milliárdos cégek állnak, és vagy félnek tőlük, vagy nekik is érdekük van azokban a célban, és inkább a szerencsétlen hülyékbe állnak bele, mint a Turbo Titán, azt tudom, hogy videózik-e még, de most az, aki 1000 forintért megnyalja a macska seggét, az nem annyira ártalmas, mint az, aki mosolyogva előadja, hogy ekkora videós vagyok, nem gyárt tartalmat, és eladja a gyereket. Nekem sokkal-sokkal ártalmasabb egy Geri, mint egy Molnár Krisztián. Úgyhogy én azt mondom, én azt szeretném, tehát én, mint apa, arra buzdítanám ezeket az embereket, hogy ha már videósokat akarnak lejáratni, akkor
álljanak bele azokba is, akik valóban ártalmasak, akik valóban, valóban ártanak a gyerekeinknek, akik megvezetik őket, mert most Bartos nem fogja megvezetni a gyereket. A Bartos leül, az úgy hülye, ahogy van. Ha te meg egy normális szülő vagy, el tudod magyarázni a gyerekednek, ezt a bácsit nevet komolyan, mert ez szellemi fogyatékos, ezt sajnálni kéne, ezt segíteni kéne inkább, el kéne menni hozzá, és föl kéne karolni, vagy nem tudom, elmegy úgyba zárni, vagy nem tudom, mit lehet az ilyennel csinálni, nem értek hozzá, nem is akarok erről se véleményt mondani. A lényeg az, hogy segíteni kéne rajta. Viszont egy Dezső Bencén nem segíteni kéne. Na, értitek, mit mondok?